A debreceni Gyulai István atlétikai stadionban rendezték a szezonzáró csapatbajnokságot, amelyen 20 egyesület sportolói álltak rajthoz, 21 női, illetve férfi versenyszámban. A nyíregyháziak 4 számban végeztek az élen, az 5 kilométeres gyaloglást Helebrant Máté esélyeshez méltó versenyzéssel nyerte meg. Nagyon jól esett így lezárni ezt a hosszú szezont, hogy 5000 méteren meg tudtam védeni úgymond ezt a csévés győzelmemet. Nagyon fontos is volt, hiszen így a nyíregyházi sportcentrumban tudott maradni az első divízióba, ami majd jövőre lesz fontos. Illetve azért is örülök neki, mert kicsit beteg voltam a verseny előtti napokban, így még jobban értékelem ezt a győzelmet. A másik három aranyérem a magasugró Bakosi Péter, valamint a diszkoszvető Szikszai Róbert is Kerekes Dóra nyakába került. A csapatbajnokságot a Budapesti Honvéd nyerte, a Nyíregyházi Sportcentrum a 16. helyen záró hosszabbította meg első osztályú tagságát. Elég sikeres évet zártunk, kezdve már a felett pályás szezonnal, ahol a felnőtteink 4 bajnokságot nyertek, és ezt folytatták a szabadtéri szezonban is, hiszen ott pedig 5 magyar bajnoki címet szereztek, és 2 második helyet, és még voltak döntőseink ezen kívül. És hát örömteli számomra, hogy a fiataljaink is ott voltak a legjobbjaik között. És a legfiatalabb korosztály, a serdülő és az újonc korosztály a regionális versenyeken szintén jól szerepelt. Úgyhogy várjuk a következő idényt, amire a felkészülést hamarosan elkezdjük. Helebrant Máté 2 hét pihenőt követően kezdi el az edzéseket. A legközelebbi cél a 2023-as budapesti világbajnokság, ahol az idén bevezetett 35 kilométeres távon akar rajthoz állni. Mindenképpen át kellett szervezni a felkészülést, hiszen az 50 kilométer az egy 4 órás verseny, ez meg egy 2,5 órás verseny, ez a 35 kilométer, szóval mindenképpen gyorsítani kellett az edzéseken. Ami egyébként jól is sikerült, ez bizonyítja is, hogy a márciusi 20 km-es országos bajnokságon egyéni csúcsot értem el, a 2016-os egyéni csúcsomat sikerült megdönteni, szóval ebből is látszik, hogy sikerült gyorsulnom. Sajnos egy jó 35 km-es versenyt még nem sikerült gyalogolnom, hiszen már áprilisban betegen indultam a Dudincei országos bajnokságon, de bízom benne, hogy jövőre minden rendben lesz, és meg tudom majd gyalogolni a jövő évi VB szintet is, amihez nagyon jó téli felkészülésre lesz majd szükség. A hazai világbajnokságra vagy a kvalifikációs szint teljesítésével, vagy ranglista pontok alapján lehet eljutni. Helebrant Máté mellett a nyíregyházi atléták közül Bakosi, Szikszai és a súlylökői Tóth Balázs pályázhat jó eséllyel a budapesti VB-n való részvételre.